üdvözlöm a kedves érdeklődőket. A héten is van heti szakasz, és mint minden héten, most is felkerestük Toronyi Zsuzsát és Darvas István rabbit. Toronyi Zsuzsáról mindannyian tudják már, hogy nem csak levéltáros, hanem muzeológus is és múzeumigazgató. Úgyhogy látogassák a múzeumot is, és természetesen tartsanak velem, és nézzék meg azt is, hogy mit ajánl a héten a heti szakaszhoz. Természetesen az nem elegendő, hanem jöjjenek el és nézzék meg a többi kiállítási tárgyakat is. Tartsanak velünk. Bó heti szakaszát olvassuk most a héten. Azt a szidrát, amelyik a 10 csapásból az utolsó 3-at tartalmazza, és nem csak az utolsó 3 csapásról szól, hanem magáról a kivonulásról is. Amikor a kivonulás megtörténik, akkor Izrael fiainak egy olyan isteni kérést, parancsot kell végrehajtaniuk, ami tulajdonképpen a későbbiekben is akár mondhatjuk meghatározta a sorsukat. Hiszen azt olvassuk a Tórában, hogy utasítást kap Mózes, szólj Izrael fiainak, kérlek, hogy kérjenek ezüst és aranytárgyakat a szomszédjaiktól. A mondattal kapcsolatban sok irányba el lehetne indulni, amikor elemezzük, de egyetlen egy furcsaságra hívnám most csak fel a figyelmet, erre a kérlek szócskára. Hogy vajon miért kellett külön megkérni Izrael fiait, hogy ne üres kézzel, hanem vagyonnal távozzanak Egyiptomból? A válasz a rabbiaink szerint viszonylag egyszerű, hiszen arról volt szó, hogy ahogyan magának a szolgaságnak az évei is végső soron Isten akaratára történtek, ugyanúgy az a tény, hogy a mi őseink Egyiptomból vagyonnal távoztak, az ugyancsak nem az ő akaratukra, nem az ő szándékaikat tükrözve következett be, hanem az ugyanúgy isteni akaratot tükrözött. Ezt a későbbiekben megfogalmazza a Misna is, és azt mondja, hogy az ember köteles áldást mondani a rosszra épp úgy, ahogy áldást mond a jóra, azaz az egész hagyománynak és az egész zsidó vallásgyakorlatnak az az alapja, hogy abból indulunk ki, hogy minden, amit jónak vagy rossznak érzünk, az végső soron a kedves Berúhútól, Istentől van. És azért is hangsúlyoztam az érzünk szót, mert ahogyan Rabbi Akiva is mondta, az ember próbálja meg ahhoz szoktatni magát, hogy azt mondja és úgy gondolkodjon, hogy minden, amit a Jóisten csinál, azt a javára, az ember javára teszi. Ezt néha egy kicsit nehezebb észrevennünk, néha kicsit könnyebb, de a törekvés az kell legyen, hogy ezt fölismerjük az életünkben. A vagyontárgyak kapcsán azonban egy olyan tárgyról is beszélünk most, illetve nem feltétlenül egy konkrét tárgyról, amelyik, ha nem is feltétlenül ezeknek az arany és ezüst eszközöknek a sorsáról szól, de akár szólhatna azokról is. Ha a velünk történő rosszat érezzük, akkor milyen állást kell arra mondani? Hát, hogyha valami rossz történik velem, akkor inkább dühös vagyok. Akkor nem az jut eszembe, lehet, hogy én vagyok a rossz ember, hogy gyorsan áldást mondjak, hanem akkor dühös vagyok, és aggódom, hogy miért történik velem rossz. Itt a bölcsek konkrétan arra gondoltak, hogy akkor, hogyha a legnagyobb csapás, azaz egy ismerősünk, szerettünknek az elvesztése következik be, haláleset történik, arra is áldást kell mondanunk. Akkor, amikor éppen mondjuk a Lotto 5-ös nem nyerjük meg, akkor arra legjobb tudomásom szerint nincs brachá. Viszont amikor ez a pillanat bekövetkezik, hogy kiderül, hogy vagy nem nyertünk ötöst, vagy más nyerte meg, akkor azt kell végig gondolnunk, hogy ez is a javunkra történt. Tehát, hogy adott pillanatban, ha megnyertük volna azt a Lotto 5-öst, az nem isteni akaratot tükrözött volna, ergo nem is következhetett be, és ha nem következhetett be, az azért nem következett be, hogy nekünk a későbbiekben valahogy máshogyan legyen jó, akár abból a tényből is kifolyólag, hogy nem nyertük meg az ötöst. Most nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ehhez a heti szakaszhoz Toronyi Zsuzsának mi mutatni valója van, mit hozott magával ő Egyiptomból, vagy valamelyik ősünk ráhagyta, a múzeumra vagy ő rá, akkor nézzük.
Hozhattunk volna ugye aranyat és ezüstöt bőséggel, hiszen aki eljön a mostani állandó kiállításunkba, az azt gondolhatja, hogy őseink kizárólag aranyjal és ezüsttel vettek részt a szertartásokon, hiszen olyan sok arany és ezüstágy van. De mi hosszasan beszélgettünk Istvánnal, mint minden heti szakasz előtt arról, hogy mi legyen az a dokumentum, mi legyen az a tárgy, mi legyen az az eddig nem láthatott valami, ami ehhez a heti szakaszhoz kapcsolódik, és a bankokra gondoltunk, arra gondoltunk, hogy meg kell mutatnunk azt a tényt, hogy eleink, különösen mondjuk a premodern időszakban nagyon nagy mértékben foglalkoztak bankársággal, bankokkal, bankok alapításával, és a környezetüknek, vagy saját maguknak azon a gazdasági segítésén, amihez nyilvánvalóan ez az ezüst és aranyjal szerzett tapasztalat is hozzásegítette őket. Úgyhogy én most két dokumentumot hoztam, nem mondom, hogy a sztori két végét, de két egymással picit talán ellentétes dokumentum. Az egyik, az egy adós levél, amit 18-ban egy Majlád gróf ír egy zsidónak, amiben elismeri, hogy ő nagyon sok pénzt kölcsönzött tőle, és azt is elismeri, hogy ezt majd vissza fogja fizetni. Ez nagyon fontos, ugye tudjuk, hogy a középkorban zsidók nagyon nagy mértékben foglalkoztak pénzkölcsönzéssel, az uradalmaknak nagyon nagy szüksége volt arra, hogy legyen valaki, aki tud pénzt mozgatni, legyen valaki, aki tudja az ő nagyon gyakran más módon finanszírozhatatlan tevékenységeiket valamilyen módon gazdaságilag segíteni. Igen, de hogy ez azért annak is köszönhető, hogy sokan ezt alantas munkának tartották, hát és nem egyszerűen az történt, hogy mi egy piacirést megtaláltunk, amire azért rengetegen törekedtek, hogy ezt a munkát elvégezzék, hanem ez egy ugyanolyan alantas munka volt, mint Egyiptomban, amikor éppen pásztoroknak álltak az őseink. Tehát csak ugye fontos megjegyezni, hogy nem törekedtünk rá, hanem így hozta így a sors. Van. Így hozta a sors, de hát nyilván azért hozta a sors, hogy ezt is jóra fordítsuk, ezt is megtanuljuk jóként értelmezni. Szóval ez egy 1818-as dokumentum, ahol egy régi zsidó pénzt kölcsönzött Majlád grófnak. Reméljük, hogy vissza is kapta, ugyanis azért azt is tudjuk a történetből, hogy ilyenkor nagyon gyakran következett, ebben az időszakban már nem, de mondjuk a középkorban az úgynevezett levélölés, amikor az ilyen iratokat egyszerűen semmisnek nyilvánították, a pénzüket visszakérő zsidókat kiűzték a területről, és így módon oldódott meg. Ezért volt az, hogy ez egy nagyon magas rizikójú tevékenység volt, ezért voltak nagyon magasak például a kamatok. De lássunk egy másik bankot, ami talán kedvesebb a szívünknek. Ez még mindig nem az amerikai buborék. Ez még nem, ez még teljesen itt vagyunk. Egy másik, számunkra talán kicsit kedvesebb bank, ez pedig egy olyan bank, egy olyan pénzintézet, ami azt segíti, hogy Eretz Iszrael újra benépesülhessen. Létrehoztak valamelyik cionista kongresszuson egy olyan bankot, ami gyakorlatilag a Keren Kajemetnek az elődje, vagy a Keren Kajemetnek a segítő bankja, és hát ebben is jeleskedtek honfitársaink. Látjuk, hogy egy Deutsch Zsigmond nevű úr 1908-ban egy viszonylag nagy összegű részvényt jegyzett, és erről szól ez a nagyon szép, de már a kicsit romossá vált dokumentum. Az a szerencsénk, hogy tekintve, hogy ez olyan dokumentum, amilyen, ez sem egy példányos, tehát a világ számos zsidó múzeumában, Izraelben főleg hasonlóból ismerünk sokat, ezért aztán tudjuk, hogy mondjuk itt milyen kis képeket láthatnánk. Ráadásul azokat, amiket itt látunk, azokat képeslapon is kiadták, ezek a banknak a belső terét ábrázolják, láthatjuk a pénzintézetnek a belső berendezését, ami azért nagyon fontos, mert egyrészt tudjuk, hogy mi történt azokban az években a frissen alapított izraeli városokban, másrészt pedig hát mégiscsak egy ilyen intézményi büszkeséget is kifejez ez, és nagyon fontos, hogy ezt is tudjuk, és ezt is a tudatunkban tartsuk, és amikor a zsidó bankárokról beszélünk, és a zsidó pénzintézetekről, akkor ne csak a rosszra emlékezzünk, még ha áldással is, hanem emlékezzünk arra is, hogy bizony ez nagyon-nagyon sokat segíthet. És ugyan nincs róla dokumentumunk, de azt se felejtsük el, hogy Magyarország gazdasági életében is milyen fontos szerepet játszottak, például a metropolisszá fejlődő Budapest életében a zsidó bankok, hiszen az első magyar kereskedelmi bank, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank alapítói között is ulmannokat és csupa olyanokat találunk, akik egyébként a Pesti Üzlete Hitközségnek is a vezetőségében ültek. Akkor egy pillanatra azért ugorjunk vissza a palesztin időkre, mert akkor még Palesztináról beszélünk, úgy hívták ezt a részt akkor. Ha jól tudom, akkor ezeknek a pénzeknek az volt a feladata,
hogy földeket vásároljanak, és még mit? Földeket vásároljanak, és ezeket a földeket termékenyé tegyék. Én azt gondolom, hogy a föld önmagában, ezt láttuk, ott volt az a föld azt megelőzően is, nem termett semmit. Tehát a földet termékenyé kellett tenni, és a földön ki kellett építeni azt az intézményrendszert, ami egy modern életet lehetővé tesz. Vasutakat kellett építeni, amihez természetesen azért voltak nagy koncernek, akik ezt megvalósították. Utakat kellett építeni, parkokat kellett létesíteni. Mocsarakat kellett lecsapolni, nagyon fontos. Úgyhogy ehhez mind pénz kell, pénz is kell, de hála Isten nem csak pénzből volt akkor ennek alapja, hanem abból az elszántságból és abból a tetrekészségből is, ami aztán ezeket mind segített. Tehát ez akkor tulajdonképpen a kerenkai emetnek az elődje, és gondolom ebben az időben már a Rothschildok is Rison-Lecionot kezdték, szikronjákat, a szőlő, és erőszakkal sikerült a bortermesztést, a gyümölcstermesztést létrehozni. Érdemes lenne itt egy pillanatra megállni, ha már a földekről beszélünk. Egyik néző és hallgató, kettő is volt, aki a Schnatzmitáról kérdezett engem, és ha már földről van szó, érdemes lenne, ha a rabbi úr mondana két mondatot arról, hogy miért is fontos a Schnatzmitá, miért is fontos a földet 7 évenként megpihentetni? Magának a Schmitának így az indoklásában számomra az a legszebb és leginkább releváns, amit úgy fogalmaztak meg a bölcseink, hogy azzal, hogy pihentetjük a földet, azzal felismerjük, újra és újra felismerjük, hogy minden, az egész föld és annak teljessége az örökkévalóé. És ahelyett, hogy kiaknáznánk a földnek minden lehetőségét, adunk egy ilyen évet, amikor egy kicsit ezen jobban el tudunk tűnődni, hogy Istennek a segítsége nélkül, és anélkül, hogy Istennek a tulajdonából mi részesülhetnénk, nem tudnánk létezni a földön. Ezt az érzést, ezt a gondolatot akarta elsősorban talán a Schmitá elmélyíteni. És annyira fontos volt ez a Schmitá, és annyira kevéssé tartották meg, hogy úgy gondolták a mi bölcseink, hogy ezeknek az elmulasztott smitáknak és jobel éveknek, ugye ez a jubileumi év, ezeknek lett a következménye a későbbiekben a gálút, azaz a diaszpóra. Tehát, hogy annak ellenére, hogy látszólag csak egy mezőgazdasági előírásról van szó, abban egyetértettek a bölcseink, hogy itt lényegesen mélyebb jelentéstartalma is szembesülhettünk, vagy szembesülhettünk. Ez... Ennek köszönhető tulajdonképpen, amit a nyugati akadémiák, a nyugati világ akadémiái is bevezettek, hogy van egy sabatikáljér, amikor egy professzor, egy oktató 7 évenként megpihen egy évre, és csak a saját kedvére újból magába szív, újból pihen, újból olvas, és erőt gyűjt. Igen, ez egyértelműen erre a túrai előírásra vezethető vissza, mert ha nem is feltétlenül a nyugat, inkább a civilizált világot használnám, ott az a felismerés megszületett, hogy időről időre szellemi értelemben, lelkileg, akár fizikailag is fel kell töltödni ahhoz, hogy valaki magas színvonalon tudjon szellemi munkát végezni. Ez elengedhetetlen. Előbb-utóbb talán ez a példa ez ragadós lesz, és egyre több helyen megtartják majd. Aki egyéb részleteket szeretne megtudni és a szellemi táplálékban részesülni, eme szombaton hány órakor kell, hogy a rabbiképző zsidó egyetem önálló zsinagógájába megjelenjen? Optimális esetben esetleg az 5 órás tanulásra már eljöhet mindenki, nagy szeretettel várjuk, és a maga a szombatfogadás az 6 órakor kezdődik, szombaton reggel pedig 9 órától imádkozunk. Hát akkor viszontlátásra ott, Shabbat Shalom, köszönöm, hogy velünk voltak. Köszönöm, hogy minket választottak, a viszontlátásra. És mint Toronyi Zsuzsa, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, amit én oklevéltárnak hívtam, vezetője, Kezi Csokolom, jó reggelt kívánok, jó hónapot, hisz ma új hónap van. Vízöntő jegyébe léptünk, svát hónap van. Svát hónap van. Mi minden van az önök múzeumában, illetve a levéltárban, például a hónapokról?
Én minden hónap elejét úgy kezdek, hogy posztolom a Facebookon egy csodálatos... Hívjuk közösségi oldalnak. Hívjuk közösségi oldalnak egy nagyon szép régi imakönyvben, fametszeteken megjelentették a hónapokat. Nagyon régóta nyomozom, hogy honnan vették át, hiszen láthatóan ezek nem zsidó ábrázolások. Még az egyiken, a Kiszlévnél, mintha valami disznóvágás jelenet is lenne, de legalábbis valami állaton térdepel egy atyafi. Szóval minden esetre ez például van, de hát nyilvánvalóan egy múzeum az általában az idővel dolgozik, tehát nem csak a hónapokkal, hanem az idő múlásával, az idő múlásának az érzékelésével, úgyhogy azt gondolom, hogy szinte minden felcímkézhető úgy is, hogy... Volt egy új fellángolása, egy új kísérlete, Einstein dolt magának egy újabb részt a Sipucai Mazsihisz birodalomból, a Sipuca és a Veselényi utca sarkán, átmenetileg nagyon érdekes dolgokat láthattunk, nem a múzeumban, hanem annak, mi történt ezzel? Nem Einstein doltam, hanem volt a Mazsihisznek és a BZH-nak egy olyan közös határozata, hogy nyitunk ott egy olyan közösségi teret, ami gyakorlatilag az én értelmezésemben egy ilyen bevezető projektje lehetett volna a Rumbach-Sebestyén utcában majd megnyíló időszaki kiállítási terünknek. Ez egy nagyon picike tér volt, ahol kísérleti kiállításokat hoztunk létre, méghozzá mindig úgy, hogy kiválasztottunk a múzeum láthatatlan, szinte láthatatlan gyűjteményéből egy darabot, és azt párosítottuk kortárs művészeti alkotásokkal, kortárs reflexiókkal. Ez egy nagy sikerű kiállítóhely volt, nagyon sokan látogatták, és remélem, hogy ezt a lendületet sikerül majd a Rumbach-ba átvinni. A múzeum látogató emberek tudják azt, hogy amit látunk a múzeumban, az nagyon ki van válogatva, de a múzeum raktáraiban sokkal több és sokkal érdekesebb dolgok is vannak. Hát sokkal érdekesebben nem vagyok biztos, legalábbis ha jól válogatunk, akkor lehet, hogy nem. Vajon így aztán van egy olyan érzésem meg, hogyha a zsidó filantrópiát, mármint a korabeli filantrópiát nézzük, akkor gondolom, hogy még nagyon sok múzeumi helységet meg tudna tölteni. Milyen remények vannak arra, hogy teret kap a Rumbach utcai zsinagógába, illetve közösségi, illetve az együttélés házába? Sok munkaneve van az építménynek. Hát a tervek szerint ott nekünk jeles feladatunk van. Van egy olyan időszaki kiállítási tér, ami tulajdonképpen... Én azt remélem, hogy egy ideálisabb kiállítási tér lesz, mint a Zsidó Múzeumnak a meglehetősen szűkös tere, hiszen négyzetméterre is egy kicsit nagyobb, plusz hát ott meg lehet teremteni egy olyan úgynevezett white cube teret, ami teljesen neutrális, abszolút semleges, semmi nem zavar bele a látványba, ami a Zsidó Múzeumban persze nem zavarásként élünk meg, hanem egyszerűen az épület kontextusaként értelmezzük, de mégiscsak mások a lehetőségek egy olyan térben, ahol semmi egyébre nem kell figyelemmel lenni, mint a múzeumban. Sokan nagyon szeretnének belelátni az ön fejébe. Sok nyomtatott és elektronikus média baráti vagy ellenséges foglalkozik azzal, hogy vajon mi is lesz ebbe az együttélés házába bemutatva, illetve hogy mi is az ideológiája ennek az egész elképzelésnek, ha erről mondana pár mondatot. Hát nem tudom, hogy én most hivatott vagyok-e minden ilyesmit. Ön mindenre lelőni. Hivatott. Én ezt nem érzem így. Minden esetre az ideológia talán a legérdekesebb kérdés abból, ami elhangzott. Én azt gondolom, hogy kell lenni egy helynek, ahol beszélünk arról, hogy Magyarország egy remek hely, egy multietnikus, nagyon sokféle kultúrát. Hol kezdjük a kiegyezésnél? Akárhol kezdjük, tulajdonképpen mindig azt látjuk, hogy Magyarország egy olyan hely, nyilván a földrajzi pozíciójából is adódóan, ahol kelet és nyugat, észak és dél találkozik az ennek megfelelő kulturális hatásokkal. Ebben nagyon hangsúlyos szerepe van, természetesen ezért vagyunk mi ott a zsidó közösségnek, de én azt nagyon óvnám mindannyiunkat attól, hogy ezeket monolit tömbökként képzeljük el, hogy vannak a zsidók, meg vannak a nem zsidók. Hiszen én erre úgy gondolok, elnézést, hogy megszakítom, mint ahogy sokan láthatták nálunk, nem is mindenki szereti ezt, a büszke magyar zsidók. És akkor, amikor azt mondom, hogy büszke magyar zsidók, akkor iszonyúra büszke vagyok azokra a zsinagógákra, amik tele vannak magyar motivumokkal, büszke vagyok azokra a zeneszerzőkre, akik a zsidó motivumokat is földolgozzák. A kézműves ipartól a cipőgyártásig tulajdonképpen a magyar zsidók mindenhol ott voltak, és
kellő létszámuknak megfelelően, néha talán túlreprezentálva is bizonyos témákba ott voltak, de ez is megmagyarázható, hogy miért. Tehát én akkor, amikor azt mondom, hogy együttélés, akkor mindig a büszke magyar zsidókra gondolok, rosszul látom ezt? Hogy nem a zsidóságukra büszkék feltétlenül, a magyar zsidóságukra. Ez egy különleges dolog. Igen, de hogyha a teljes képet akarunk bemutatni, akkor a nem büszke zsidókat is be kell mutatni, meg a szégyenlő zsidókat. Illetve azokat is szerintem, akik nem se tudják, nem zsidók, se nem magyarok, vagy se nem egyiket sem akarják teljes szívvel felvállalni, vagy a családtörténetük úgy alakult, hogy gyakorlatilag ebben a Count Camisumban bárhova elhelyezhetik magukat. Szóval én azt gondolom, hogy ennek egy olyan térnek kell lenni, ahol azokat a kulturális hatásokat tudjuk egy kicsit... Mekkora tér kell ez? Óriási tér. Nyilván az egész országnak ilyennek kell lenni, ez egy csebben a tenger, de én mondok egy nagyon érdekes példát, például nem tudom, amikor én felnőttem, akkor minden lábos, amit lehetett kapni a vasedényboltban, az vagy kék volt, vagy piros. Ez a Kádár, érett Kádár korszakot jelenti, amikor már nem volt igazából kosher. Zsuzsa, mi ezer éve ismerjük egymás, segíts légy. Ez az ezernek azelőtt, az utóbbi 30 évét jelenti. Azelőtt más színűek is lehettek a lábasok? Nem, azelőtt nem. Manapság már lehet mindenféle lábost kapni, de amikor én gyerek voltam a 70-es, 80-as években, akkor piros és kék lábosok voltak. Nem volt számottevő kosher tartó populáció akkor Magyarországon. Ez egyszerűen annak az öröksége, hogy amikor meg még igen, akkor így alakult ki a lábos kínálat Magyarországon. Az is piros és kék lábost vásárolt, aki nem volt kosher, vagy akinek erről fogalma sem volt. Vagy mondok egy másik példát, vannak Magyarországon olyan települések, ahol a piacnapok a mai napig is hétfőn és csütörtökön vannak, hiszen akkor érkeztek oda a reggeli zsinagógai szertartása, azok a környékbeli szórványokból élő kis zsidók, akik aztán ott maradtak a piacon. Ez a mai napig velünk él, senki nem tudja, hogy ez annak a praktikus együttélésnek a következménye, amit az évszázadok során kialakult. De én azt gondolom, hogy ezek olyan szép szimbólumok, amiről ha beszélünk, akkor az mindenkinek jó. Hiszen itt nem egy aktív emlékezetről van szó, hanem itt egy olyan gyakorlatilag elsajátított időhasználat, ugye az idővel kezdtük, időhasználatról, vagy egy olyan tárgykultúráról, amiben velünk él, egy olyan nagyon sokszínű Magyarországnak az emléke, amit nem is feltétlenül ismerünk. Van-e olyan zsidó tárgykultúra Magyarországon, ami csak Magyarországra, illetve magyar zsidókra jellemző? Hát magyar zsidókról én ilyen kontextusban nem beszélnék, hiszen ez egy osztrák-magyar kultúra. A monarchia. Én azt gondolom, hogy nincs speciális tárgykultúrája az osztrák-magyar zsidóságnak, mégis fel lehet ismerni ezeket a tárgyakat, tehát azonnal ki lehet szúrni, hogy erről beszélünk. Ezek tóravértek, rimonpárok, hogyha most a judaikánál, szoros értelemben vett szertartás judaikánál maradunk, de általában, hogyha ezeken van egy korona, ami ugye a tóra koronáját jelenti, ha judaikán szerepel, az mindig úgy néz ki, mint az osztrák-magyar császári korona. Én láttam olyan tóravértet is, amin a Kossuth címer volt rajta egy kétfejű sasnak a hasán, vagy a mellén. Szóval én azt gondolom, hogy vannak itt olyan apróságok, olyan apró finomságok, és nyilván ugyanez fordítva is. De egyébként, ha megnézzük a habánkerámiákat és a hevrakadisáknak a díszserlegeit, vagy a díszkorsóit, ezek azonosak. Ha megnézzük azt, hogy hol szerepelnek akedá jelenetek, akkor ugyanezt látjuk protestáns tárgykultúrában is. Hogyha megnézzük, hogy akár a héber betűk hol szerepelnek nem zsidó kontextusban, akkor is számos példát találunk. Szóval én azt gondolom, hogy ha csak a motívumoktól indulunk, ha az időhasználattól indulunk, ha a tárgykultúrától indulunk, ha az emlékeink alapján indulunk, akkor nagyon sok olyan pontot tudunk, nagyon sok olyan szimbolikus pontot tudunk megtalálni, amire ha felhívjuk a figyelmet, vagy kínálunk egy aha élményt a látogatónak, hiszen ezek nem lesznek új dolgok, akkor talán, persze ez egy idealisztikus remény. Jobban meg fogjuk érteni egymást, hogyha létrejön az együttélés háza. Jobban fogjuk szeretni egymást, jobban fogunk közeledni egymáshoz. Hát ha ez nem túl radikális, akkor én azt mondom, hogy bőven elég lenne, ha magunkat jobban megértenénk, és magunkat szeretnénk egy kicsit jobban, és akkor másokat is könnyebb lesz. Van még egy pici időnk, egy rendkívüli kiállítása volt, amit valami megmagyarázhatatlan okból lemaradtunk róla. Rendezett egy olyan herendi kiállítást, világszerte voltak már herendi kiállítások, de ez valami egészen más volt.
Minek köszönhető az, hogy sikerült egy olyan herendi kiállítást összehoznia, ami még máshol nem volt? Ez a saját gyűjteményből van, vagy kölcsöngyűjteményekből? Hogy sikerült ez? Ez egy nagyon picike kiállítás, én kapszula kiállításnak hívom, mert annyira picike. Viszont itt olyan herendi üdeikát mutattunk be, herend ugye egy zsidó mester által alapított, zsidó mesterember által alapított gyár, ami ezt a mai napig tudják. Is... Igen, de most már remélem, hogy többen, aki eljön hozzánk, az megtanulja. Fischer Mór alapította ezt a gyárat, ami a mai napig is a hungarikumok körébe tartozik. Ennek nyilván a 19. században nagyobb divatja volt, mint manapság, de ez egy nagyon-nagyon jellegzetes tárgykultúra. Nagyon sokféle dolgot készítenek. Nekem van például egy herendi mezőzém. Nekünk is most már van, illetve kölcsön van. Herenden készültek szédertálak is, nagyon jellegzetes, nagyon szép szédertálak. Én az Izrael Múzeumban láttam pár ilyet. Azok nem herendiek. Nem? Nem. Azért tudom, hogy nem, mert hogy a herendi szédertálakat, azokat, amik ismert herendi szédertálak, azokat 1942-ben a mi múzeumunknak a jogelődjének az évkönyvében publikálta a Naményi Ernő, és ott felsorolta azt a hetet, ami figurális szédertál és herenden készült, valóban herendi porcelán, ugye itt nem sokféle egyéb lehet, kemény cserép, meg sok minden. És ezeknek próbáltuk meg felgöngyölíteni az útját, hogy ezek hol vannak. Nem mindegyik van meg természetesen 1945 után, de van az Iparművészeti Múzeumban, van a Magyar Nemzeti Múzeumban, ezek korábban más gyűjteményekhez tartoztak, de most ott vannak. Illetve hát van egy pár, és ez számomra írtó érdekes, van egy pár nagyon érdekes tál a Herendi Porcelán Művészeti Múzeumban. Mégpedig azért van, mert a 30-as években a mi múzeumunknak a dolgozói és a herendi gyár, akkor még herendi porcelángyár, egyébként most herendi porcelán manufaktúrának hívják a hivatalos nevén, utalva arra, hogy mai napig is kézzel készülnek a tárgyaik. A mi történeti szédertálaink közül, tehát amik a 19. század második felében készültek, néhányat lemásoltak. Nem pontosan ugyanúgy, más egy kicsit a tálaknak az íve, de a mintája, a színei, ezek azonosak. És ez azért nagyon érdekes, most ki tudtuk őket állítani egyrészt párban, másrészt van egy olyan tál, ami hajdan a mi gyűjteményünkhöz tartozott, de vagy eltört, vagy nem tudom, de minden esetre kiírták a gyűjteményből. Van róla egy fényképünk, egy fekete-fehér fényképünk, és azt, hogy ez milyen színű volt igazából, ezt onnan tudjuk, hogy a herendi gyár a 30-as években lemásolta. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy elvégzett kötelességünk, hiszen a 40-es évek től szerette volna a múzeum létrehozni ezt a kiállítást, publikáltak róla, mi most az ő kutatási anyagaikat felhasználva. Meddig van ez a kapszula kiállítás még nyitva? Ez még márciusig biztos, hogy nyitva van. Kedves nézőim, ennyi, ami egy politikai reggeli magazin műsorba belefért, 15 perc kultúra Toronyi Zsuzsával, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár főigazgatónőjével. Ezt a kapszula kiállítást, még ha gyorsan mennek, akkor elmehetnek megnézni. Érdemes fölvenni a kapcsolatot velük, családfa kutatástól a világon mindent ott megtanulnak, és tudják mit? Nekem az az érzésem, hogy egy látogatás a Magyar Zsidó Múzeumba és Levéltárba jobbá tesz mindannyiunkat, először is önmagunkat jobban megszeretjük, jobban megismerjük gyökereinket, és ha mi szeretjük magunkat, akkor minket is fognak szeretni. Köszönöm, hogy rendelkezés állt, itt folytatjuk legközelebb, 9 óra van, és ha 9 óra van, akkor jön a híradó, ne felejtsék támogatni minket, még nem pénzt kérünk, hanem azt kérünk, hogy szeressenek minket, keltsék jó hírünket, nézzék adásainkat a viszontlátásra. Velem legközelebb este a Világ Zsidó Szemmelben találkoznak. Tartsanak velünk!